A lengyel-magyar napok és a szabadság éve keretében az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékezve Törökszentmiklós város önkormányzata és az Ipoly Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ pályázatot hirdetett a lengyel-magyar barátság témakörében. 2016. október 20-án az ünnepélyes eredményhirdetésen több kategóriában hirdettek győztest. Szakál Károlyné szerint a pályázóknak nem volt egyszerű dolguk a pályaművek elkészítésénél, de a feladatot kreatívan, magas színvonalon oldották meg. Egy ilyen elméleti dolog, vizuális alkotásokba való beleöntése, valamint erről irodalmi alkotást készíteni nagyon nehéz, sokkal egyszerűbb a történelmi hátteret, történelmi áttekintést megvizsgálni és abból gyűjtőmunkát készíteni. Fantasztikusak voltak a pályaművek, nem sok érkezett, viszont olyan színvonalas, amely megérdemelte ezt, hogy a Zsigray Julianna terembe egy kiállítás keretében az itt jelenlévő fiatalok megismerhessék egymás munkáját. Csodálatos volt az irodalmi pályaművet olvasni, hiszen annak van egy törökszentmiklósi vonatkozása is, csak nem árulom el, hiszen ha a kalendáriumban megjelenik, akkor majd mindenki fogja izgalommal olvasni, hogy vajon mi is ennek a törökszentmiklósi történeti háttere. A benne lévő interjú olyan magas színvonalú, amely azt gondolom, hogy büszkeségére válhatna a felnőtteknek is, hiszen nagyon jól megfogalmazott feltett kérdések, nagyon kimerítő válaszok, rengeteg képanyag, nagyon sok érdekesség az, ami Tápió Szelén tulajdonképpen a tudomásokra jutott, és ezt egy kis kötetbe adták ki, képekkel illusztrálva egy csodálatos mű. A másik, amit a hunyadis gyerekek készítettek, ők 27-en, tudjuk ennek milyen közösségfejlesztő ereje van, főleg így az általános iskola vége felé, nagyon nagyszerűen kivitelezték. Itt az egyes történelmi eseményekhez kapcsolódnak, egészen Bemapótól az 56-os forradalom véradásán keresztül a lengyel-magyar barátságról szólnak ezek a képek, kiírások, illetve a hozzá kapcsolódó történelmi tanulmány. Ezt a pályázatot a városi önkormányzat írta ki, és ezek a díjak a különleges színházjegyek voltak. Én azt gondolom, hogy ez amellett, hogy díj a gyerekeknek, egy plusz olyan élményt ad, ami lehet, hogy egész életére inspirálni fogja majd a hasonló dolgok elkészítésére, vagy ebben a korosztályban nagyon érzékenyek, lehet, hogy a pályaválasztásukat fogja ez meghatározni. Tehát ezek a díjak, illetve az itteni jazz koncert, a Csík koncert, a törökszentmiklósi vonatkozású könyv ajándékba Csak a gyökér legyen erős, amiben a törökszentmiklósi költők versei antológiája tulajdonképpen eljut a gyerekekhez, hiszen úgy éreztem, hogy ebben a sok díjban, amit az önkormányzat felajánlott, csokoládé, gyönyörű díszoklevél és minden egyéb, ebben úgy benne van a városunk, ezt úgy adta pluszba, és szerintem ez is hozzátartozik ahhoz, hogy önkormányzatunk elismeri a városban dolgozó fiatalok és pedagógusok munkáját. A pályaművekből kiállítás is nyílt az Ipolyi Kulturális Központban, a Zsigray Julianna teremben, amely megtekinthető az intézmény nyitvatartás idejében.